Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, tök durva, hogy most a második hétnek a vége van. Baromira élvezem, és mindezt azért, mert pár hét múlva megjelenik egy könyvem a HVG kiadásában Válj valóra, és úgy döntöttem, hogy mindegyik nap bemutatok egy-egy fejezetet a könyvből, kvázi így kedvcsinálónak. Ma a sémamentes gondolkodásról lesz szó, vagyis hogy hogyan tudunk megszabadulni a berögződött sémáktól. Még mielőtt elkezdjük a vlogot, kettő dolgot kell elmondom. Az egyik, hogy amúgy a könyv már előrendelhető, illetve tartozik hozzá egy digitális képzés. Mindegyiknek a like gomb alatt ott van a linkje a leírásban, úgyhogy ha szeretnéd, akkor azt már meg tudod nézni. És mielőtt az intro jön, jöjjön az intro, és utána elmondom egy problémámat. Kezdjük el! Beszéljünk a problémámról, de előtte, hiszen minden vlogomat egy inspiráló gondolattal kezdem, úgyhogy a mai gondolat az az, hogy a megoldás sokszor azon az ajtón kopogtat, amiről nem is gondolnánk, hogy nyitva van. Na és akkor a problémám, amit meg kell oldani. Itt a háttérben van az én kis kávé szettem. Nagyon sokat gondolkoztam. Sokat gondolkoztam, hogy vegyek-e itthonra kávéfőzőt, és miért vegyek, ugyanis imádom a kézműves kávékat, a specialty kávézókat, ezt, hogyha már követed a napi vlogokat, akkor átjöhetett, hiszen mindig valamilyen kávézóban nyitom a napot. De elkezdtem gondolkozni azon, hogy megtanuljak barisztáskodni, olyan szinten szeretnék itthon eljutni, mint hogyha egy rosszabb specialty helyen innék egy kávét. Szerintem amúgy jól haladok, viszont van egy probléma. Van csájporom, van vendégkávém, ugyanis ez olasz pörkölés, az neke, és itt van ez, viszont szuper volt ez a kávé, de elfogyott, úgyhogy menjünk és szerezzünk kávét. Ide meg pedig kérom, hogyha nem érdekez a napi vlogos rész, csak a sémák és a könyv kapcsán való tartalma megosztása, akkor ugorj ide, de most én elmegyek kávét szerezni itthonra. Leül. Mehetsz át, futás! Előre. Menjek ma is gringóval? Nem kész a kocsim. Igen, ugyanis... pár hétig szervizbe volt a kocsim, de most megvan, úgyhogy még könnyebben tudunk elmenni venni kávét. Nagyon szeretem az itteni kávészt, a Tempentpoolba jöttünk el, és pont olyan kávé van, kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz. Alig várom, hogy kipróbáljam, de most azért itt is kellett inni egy kávét. Úgyhogy ez az óriási probléma letudva, beszélgessünk, hogy hogyan szabadulhatunk meg a sémáktól. Mindig van egy út, ezt vésd az eszedbe. Tűnjön bármilyen komplexnek egy probléma, tűnjön bármilyen esélytelennek. Mindig van egy következő lépés, amit meg lehet próbálni, meg lehet nézni, hogy miket lehet csinálni, hogy lehet változtatni. Igenis, merjünk a dobozon kívül gondolkozni. Attól még, hogy egy problémára még nem találtak megoldást, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincs. Majd jön valaki, aki mindent megváltoztat. Hány ilyen helyzetről tudunk, ami egy adott történelmi helyzetbe egyértelműnek tűnt, aztán megkiderült, hogy nem ott van, hogyha csak az, hogy lapos a föld, vagy hogy 150 évvel ezelőtt a nők még nem szavazhattak, és egy eretnek gondolat volt, hogy ugyan miért lennének a nőknek egyenjogúsága, és ma meg totális baromságnak tartjuk.
innovációs, céges oldalról, csak gondoljunk az Apple-be, már többször említettem a vlogomban, a könyvben is elég sok Steve Jobs-os Apple-ös példát hozok, hogy olyan dolgok, amik azelőtt nem voltak, újra lehet gondolni, és megkérdőjelezni, hogy attól még, mert a társadalom azt mondja, hogy ezt nem lehet, vagy például az, hogy túl késő, én már lemaradtam valamiről. Pont a könyvírása közben kerestem ilyen sztorikat, és olvastam egy nagypapáról, aki 80-valahány éves volt, és úgy döntött, hogy ő le akar érettségizni. És 80 plusz évesen leérettségizett. Vagy keres rá Google-ben, van egy másik idős bácsi, 70 felett van, és úgy, hogy életében nem futott, kitalálta, és lefutotta a maratont. És még sorolhatnám. Csak attól még, mert a többség valamit nem úgy gondol, vagy nem csinálja, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy mi nem csinálhatjuk azt, nem nézhetjük meg, vagy legalábbis a minimum az, hogy megpróbáljuk, megnézzük, hogy mit hozhatunk ki belőle. Másfelől pedig tartozol magadnak annyival, hogy megkérdőjelezed a dolgok állását. Kérdezd meg azt, amit kevesen. Kérdezz úgy, ahogy kevesen. Think outside of the box. Think outside of the box. A dobozon kívüli gondolkodás, aminek igazából a lényege az, hogy a legtriviálisabb dolgot is érdemes megkérdőjelezni. Nem csak a negatívat, de a rosszat is. Hogy egy abszurd példát mondjak, ha például van egy jó párkapcsolatod, akkor gondolj abba bele, hogy milyen lenne, hogyha az nem lenne? Miben lenne rosszabb? Miben lenne jobb? Hogy élnél más emberként? Egyszerűen csak sarkald az agyad olyan gondolkodásra, amiben máshogy gondolkozol, más nézőpontokat is elsajátítasz, magasabb logikai szintre lépsz, és nem mindig ugyanabba a sémába gondolkoz. És itt mutatok egy jó játékot, ugye közben hazaértem, és hát itt van, megvan a doboz, ami azért nagyon vicces, ugyanis vannak ezek a pontok. Vannak ezek a pontok ugye a dobozon, és azért vicces, mert pont egy ilyen a dobozon, a dobozon kívüli gondolkodásra egy pontos feladatot gondoltam adni a vlogban, és erre itt van egy doboz, amin meg ott vannak a pontok. Na most itt igaz 4 pont van, de vegyük azt, hogy itt csak van 3 pont. Tehát összesen ugye van 3x3, 9 pontod, csak azokat vedd, és a kérdés az az, hogy ezeket a pontokat hogyan tudod összekötni úgy, hogy nem emeled fel a tolladat, és csak egyenes vonalakat tudsz húzni, és hogy tudod 4 vonásból összekötni a 9 pontot. Azért felteszem ide is, hogy láss, hogy ennyi pontról van szó. Amúgy 3-mal is összeköthető, nem csak 4-gyel, az még nehezebb, még inkább think outside of the box. Írd meg kommentbe, hogyha sikerült, hogy mi a megoldás, hogy milyennek látod. Most lesz egy találkozóm, és sztorizunk közbe. Induljunk el. Szóval, hogyan gondolkozz sémáktól mentesen? A sémákon kívül való gondolkozás sokszor annyit tesz, hogy kicsibe gondolkozunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek nagy álmaid, és ne vágyjál nagyra dörő dolgokra, viszont sokszor az apró, rutinszerű dolgok, amit naponta megteszünk, vezetnek az óriási álmaink eléréséhez. Mark Zuckerberg egy nagyon jó példa, nem úgy, ahogy gondolnánk, hanem teljesen az ő karrierjének az eleje, amikor még egy harvardi diák volt, és amikor kitalálta a Facebookot, és most nem menjünk bele, hogy ő találta ki, vagy a másik harvardos diákok, de a lényeg, hogy ez egy Tindernek indult, egy hátornát volt, ahol a harvardi diák adatbázisból eldöntetted, hogy valaki jól néz ki, vagy nem. És aztán mi fejlődött ki belőle, egy mekkora nagyra nőtt dolog lett az egészből, egy csodálatos, hogy hogyan találnak meg minket az apró ötletek, és mennyire nagyra nőhetnek, hiszen ő nyilván nem úgy indult neki, hogy
akkor létrehoz egy világszintű platformot, ami majd közelebb hozza az embereket. Hadd épüljek erre rá egy kérdéssel. Van a naptáradban olyan idősáv hetente, heti szinten, de akár napi szinten kiblokkolva, amikor nem csinálsz semmit, és teljesen szabadon hagyod magadnak? Ha nincs, akkor kellene, hogy legyen. A könyvemben részletesebben kifejtem, de a Colorado-i Egyetemnek volt egy kutatása, ahol konkrétan kimutatták azt, hogyha minél kevesebbet csinálunk, és minél több szabadidőt hagyunk magunknak, akkor annál több mindent tudunk elérni, és annál jobb eredményeket is érünk el. Tehát a kevesebb, az néha több. Vagy máshogy fogalmazva, a legkevesebbel a legtöbbet elérni. Hiszen a legrosszabb, amit tehetsz, hogyha azt mondod, hogy már eleget tudsz, és nincs hova fejlődnöd, hiszen mindig van hova fejlődni. Mindig van egy következő szint, és kérdezd meg magadtól, hogy egy jelenleg fennálló helyzetben, rövid távon miket lehet megtenni annak az érdekében, hogy ha még valami rosszabb is, vagy nehéz is, de ebben a rövid távú helyzetben megtett, vagy kialakított rutinok, cselekvések által egy hosszú távú, óriási nyereséget hogyan tudsz magadnak behozni az életedbe. Már magától ez a kérdés óriási eredményeket tud hozni. Menjünk tovább a példákkal, a következő Seth Godin. Ugye Seth Godin egy New York Times többszörös bestseller író, a világ egyik legnagyobb marketinges gondolkodója, és ő mondja azt, hogy találd meg azt a legkisebb projektet, amihez a legkevesebb ember kell, és mégis a legnagyobb hatást tudja elérni. Vagy ott van Kevin Kelly, aki a Wired nevű nemzetközileg nagyon sikeres magazinnak az alapítója, és kb. Egy ilyen modernkori Nostradamusként tekintenek rá, ugyanis minden, amit a technológiai vagy világfejlődésben így megjósolt, az nagyjából úgy is lett. Kevin Kelly mondja azt, hogy a sikernek az elérése egyáltalán nem kell, hogy bonyolult legyen a sikernek, a boldogságnak, hanem egyszerű. Kezdhetjük egy olyan apró dologgal, hogy 1000 embert boldoggá teszünk. Van is egy ilyen cikke, hogy 1000 true fans, és amúgy csináltam vele egy interjút, hogyha ide kattintva meg is tudod nézni. Aztán ott van Kevin Rose is, ő a Digg.com alapítója, nem feltétlen kell ismerned, de egy ilyen eléggé elismert startupos arc a Szilícium völgyben, és találkozott az intermittent fastinggel, az időszakos böjtöléssel, mindegy is, hogy miről szól, de amikor egyre jobban ásta bele magát, azt vette észre egy digitális arcként, hogy nincsen ehhez egy app, csak néhány Facebook csoportot, Reddit threadet talál, de semmi konkrétat, és kitalálta, hogy csinál erre egy appot. Na most ki lett az első fogyasztója? Hát ő maga, kvázi magának csinálta meg, hogy ő mit érez, hogy mire van szüksége, és egy gyönyörű UX-es felhasználóélményes appot megcsinált, és már egy nagyon nagy közösség is épült köré, illetve maga az app is sikeressé vált. Nagyjából ugyanezt tudom elmondani a startupom esetében is, hogy mikor gondolkoztunk, hogy pontosan hogy valósítsuk meg, láttuk a problémát, és volt is a fejünkben egy megoldás erre, de az, hogy ezt pontosan hogy csináljuk meg, annyit tettem, hogy az akkori ügynökségemnek az ügyfeleit megkerestem, meg néhány partnert, és velük beszélgettem a problémáikról. Ez csak egy ilyen úgynevezett customer development interview volt, tehát hogy megkérdeztem, hogy mi az, ami probléma, milyen megoldás segíthetné azt, és ennek mentén finomítottuk az első verzióját a startupom szoftverének, és amikor ez elkészült, akkor őket már azzal tudtam megkeresni, hogy emlékszel, beszélgettünk mondjuk fél éve, és most konkrétan van egy ilyen megoldás. Igazából azt is mondhatjuk, hogy úgy lettek meg az első ügyfeleim a startupomhoz, hogy még nem is volt semmilyen termék vagy szolgáltatás. Most elindulok, mert eléggé esőre áll az idő, és már úgyis olyan szokásos, hogy az irodából mondom el a lifehack-eket, úgyhogy folytassuk ott. Na jöjjenek azok a lifehack-ek a végére. Kezdjük azzal, hogy rengeteg mindent megtehetsz annak érdekében, hogy újszerű gondolkodásod legyen, hogy változtass a sémáidon.
beszélj például, vagy gondolkozz úgy, mint egy gyerek. Keresd a társaságát, és találkozz olyanokkal, akik teljesen mással foglalkoznak, mint amivel te, és csak hallgasd őket, figyelj rájuk. Tanulj valamilyen teljesen új dolgot, akár filozófiát, vallástörténetet, horgászatról, valami olyan dologról, ami az érdeklődési köröttől, a szakmától totálisan távol áll. És hogyha már itt tartunk, akkor rajzolj, fess, vagy zenélj akár. És most itt elárulok egy titkot, ugyanis ez már ugye a 10. napi vlogom, és minden zene, ami a vlog alatt van, és itt jön a titok. A titok pedig az, hogy mindegyik alatt az én saját zeném van. Ugyanis pont a karantén előtt valahogy bekattant nekem, hogy gyerekkoromban én nagyon megszerettem volna tanulni zenélni, és ez meg is történt. Vettem magamnak egy zongorát, itt a háttérben látszik amúgy egy elektromos dobot is, és elkezdtem az ilyen zenei szoftverekkel kísérletezni, és pont az volt a célom, hogy eljussak egy olyan szintre, hogy amilyen zenéket csinálok, azt a vlogom alá betehessem. És kevesebb, mint fél év alatt eljutottam ide, és teljesen új gondolati sémákat, meg részeket nyitott fel bennem, fedeztem fel magamban. De nyugodtan mondd el, hogyha elég szar a zene, amit eddig hallottál a napi vlogokban. Aztán kipróbálhatsz minden héten valami újat, akár egyedül, vagy a szeretteiddel, családoddal, barátokkal, munkatársakkal, csak próbálj ki valami újat. Ebből szinte adódik, hogy ne ragaszkodj a bevett szokásaidhoz. Ha változtatni szeretnél, akkor igenis kezd magaddal, és kockáztass. A mai napi vlognak a végére is értünk, hogyha még itt vagy, köszönöm szépen, hogy megnézted, hogyha most találkoztunk először, akkor nyomja a feliratkozás gombra, illetve mellette a csengőt is nyomd be, és a like gombot is, meg alatta található a link, ugyanis a leírásban ott van, hogy hogyan lehet előrendelni a könyvet, akár beiratkozhatsz már az online képzésekre is, aminek van fizetős része, hogyha all-in szeretnél menni, vagy ingyen kipróbálhatod valamit, menj át Instagramra is, mert ott most minden nap valamilyen inspiratív tartalommal jelentkezem a könyvemből valamilyen gondolattal vagy idézettel. Jó hétvégét kívánok, találkozunk jövő héten, és ott arról lesz szó, hogy hogyan bízhatunk önmagunkban, és ezáltal hozhatunk jobb döntéseket. Köszönöm, hogy végignézted. Sziasztok!